Ananász és narancs karikákkal díszített karácsonyfát kaptak a borneói orángutánok a Nyíregyházi Állatparkban. A vitamindús gyümölcsök mellett sült gesztenyét és szaloncukrot is készítettek számukra. Ezt már dobozokba és zacskókba rejtették, hogy igazi meglepetés legyen a majmoknak. Egy karácsonyfát szoktunk nekik betenni, amit feldíszítünk. Természetesen nem törékeny díszekkel, hanem gyümölcsökkel, nasival, ananásszal, felszeletelt narancskalikákkal. Ezt ők nagyon szeretik. Szaloncukrot is kapnak, ilyenkor egyet-kettőt megengedünk nekik, igen. Édességgel csak óvatosan bánunk. A cukor ugyanis nem csak megrongálhatja a majmok fogát, tunyává is teszi őket, hogy a téli időszakban nehogy ellustuljanak, a finomságok mellé játékokat is kaptak ajándékba. Labdákkal lepték meg őket. És a labdával fociznak majd? Labdával szoktak játszani, dobálni, fölmennek a magasra, aztán ledobja, aztán megint fölmegy, megint ledobja, úgyhogy ezt is szeretik. Az orangutánok mellett az elefántház lakói is karácsonyi ajándékot kaptak Nyíregyházán. Az idén született kisborjú életében először látott feldíszített fenyőfát. Annyira meglepődött tőle, hogy az anyukája egyből félre is rakta a fenyőt. Az elefántokat karácsonykor citrusfélékkel, almával, répával és sütőtökkel lepik meg. Bár nem válogatósak, ezeknek örülnek a legjobban. A felnőtt elefántok egyébként naponta több mint egy mázsa takarmányt majszolnak el, ami főként szénából áll, de imádják a gyümölcsöket is. Jelesebb napokon természetesen igyekszünk kedveskedni az állatoknak, de hát ez csak így négy szem közt mondom el, hogy ez elsősorban inkább a vendégeknek szól, mert az állatok nagy gonddal keresik a becsomagolt ajándékokat, de ők nekik majdnem mindegy, hogy melyik milyen nap, ők mindig szeretik azt a finomságot, amit megkapnak, és igyekszünk azért minden nap megfelelő étrendet biztosítani az állatoknak. Aztán ilyenkor a gondozók picit elcsábulnak, és akkor bekerül a datolya, bekerül a füge, bekerül a kedvenc, például az elefántoknál a sütőtök ugyanolyan különleges takarmány, mint az orángutánoknál a datolya. Hát kinek mi a kedvence? Több mint 5000 különböző állat példányai élnek a Nyíregyházi Állatparkban. Itt karácsonykor sem áll meg az élet, sőt, szenteste előtt hirtelen megugrik a gyerekekkel érkező látogatók száma. Ennek a jelenségnek azonban különös oka van. Mi egész évben nyitva vagyunk, és ilyenkor meg különösen oda kell figyelnünk a nyitvatartásra, mert bizony, valaki otthon marad díszíteni a fát, és akkor a picivel vagy a mama, vagy a papa eljön az állatkertbe, addig, míg a Jézuska bekészíti az ajándékokat és a fát, úgyhogy hivatalból is itt kell lennünk, és ilyenkor persze megnézik az állatokat, és a gyermekek, mint mondtam, szeretnek látni itt is valami karácsonyos dolgot. Több mint 100 alkalmazottja van a Nyíregyházi Állatparknak. Sokan közülük az állatokkal ünnepelnek karácsonykor, mert ilyenkor is etetni, gondozni kell őket. Az állatházakra nagyon oda kell figyelni, nyilván a fűtés, a temperálás, a páratartalom miatt. A csapat egyik fele dolgozik ezen a héten, a másik fele a szilveszteri héten, ez már így hagyomány, és évente váltanak. Itt kell lenni természetesen folyamatosan az állatok mellett és az állatok közelében. Hát ezt mi már megszoktuk, ez egy ilyen munkahely. Az állatparkban az is kiderült, hogy a lakók nem az ünnepeket, hanem a tavaszt várják a legjobban. Számukra az a legszebb időszak, amikor minden zöldbe borul, és megnyílnak a kifutók kapui. Szerencsére most is enyhe az idő, így a decemberi napfényben békésen fürdőzhetnek.